ilyen kollégákat, igazgatókat, tagintézményvezető asszonyokat. Tisztelt, ez még a bankfoló igazgató úr, az őt keressétek, tehát tanár úr. Köszöntöm a megjelent pedagógusokat és a diákokat, és kicsit azért beszélünk erről az emléktábláról, azért is, hogy miért vagyok ma itt, és azért is, hogy egy kicsit tudjuk, hogy ki is van ezen az emléktáblán. Biztos, hogyha ma gyerekeknek Kovács Tiborról kellene beszélni, vagy Kuljáni körül, akkor sokkal érdekesebb lenne ez a téma. Magalatik tudja, hogy kik ők, tehát van egy-ketten, azért mosolyognak, többiek nem néznek már este a tévét, mert későn van. Mégis léteznek a magyar történelmi olyan emberek, akik nagyon sokat tettek a magyar oktatásért, és azért jöttünk ma itt össze, és azért került át ide ez az emléktábla ezen a napon, mert eredetileg úgy terveztük, hogy december 19-én kerül elfogadásra a közművelésről szokott törvény, és hogy a mai napon ez a tábla, aki nagyon sokat tett a magyar közoktatásért, az ő emléktábláját átkerül ide az utód intézményben, a Kiskunk, illetve az összevont általános intézmény, Jós Attila tag intézményében. A terveztünk meg a valóság úgy történt, hogy az ma hajnalban 4:15-kor került elfogadásra, tehát a napja teljesen összeillik december 20-a, tehát a mai nap hajnalon került elfogadásra az új köznevelésről szóló törvény, úgyhogy még csak azt sem mondhatjuk, hogy tegnap elfogadtuk a törvényt, és ma felavatjuk ezt az emléktáblát, mert a mai napon valóban, tehát 3:30-4 között volt már, aki még nem aludt, mert azért azt is látni kellett, az Érdekapest egy egészen hosszú volt, úgyhogy mondtam is, hogy lesznek megint jó sajtófotók a parlamentben, mert voltak ilyen lesikoltósok is, mindig azt nézni, kinek bóbiskola feje, de ma hajnalban elfogadásra került az új közlevelési törvény, amely úgy gondolom, hogy a következő években meghatározza nem csak Kiskunfélegyháza, nem csak Pásiskun megye, hanem Magyarország oktatásán, a gyermekek jövőjét és természetesen a pedagógusok életét is, úgy gondolom, hogy mindenünk számára ez előnyös lesz. Mentől műveltebb, civilizáltabb és elkölcsösebb egy nemzet, annál jobb dolga van, annál a nemzetnél a gyermeknek. Ez a nemzetek kultúrfokának az én meggyőződésem szerint az első fokmérője, mondta Klebersberg Kuno. Ritkán fordul elő, hogy egy emléktábla két avatást is megér, mégis ez történik most. A Klebersbergi történelmi örökség kötelez bennünket arra, hogy az oktatási intézmény falát díszítse az emléktáblája, és ezért került át volt bankfalui iskolában ide, az utód intézményben, József Attila általános iskolába. Ezzel is emlékeztet bennünket arra, hogy felelősek vagyunk a feltételek biztosításáért, melyekben gyermekeink, a felnövekvő generációk határtalan tudást sajátíthatnak el. Persze az egy kicsit tanulni is kell, de egyébként a lehetőség adott. Klebersberg Kuno 1875. október 13-án született, később elcsatolt Arad megyei Magyar Pécsben. Édesapja ausztriai grófi családból származott, édesanyja felsőri farkas sarakba, mindketten katolikus család sarjai. Iskoláit a budapesti, bécsi és berlini egyetemeken végezte. 1888-ban diplomázott Budapesten államtudományszakon. Anyanyelvi szinten beszélt a németet és a franciát. 1910-től miniszterségéig végigjárta az akkori Magyarország államigazgatásának lépcsőfokait, lassan, de biztosan emelkedve a ranglétrán. Rendkívüli egyetemi tanár lett már 1910-ben a Közgazdasági Egyetemen. A Tanács Köztársaság ideje alatt vidéken Bujkán, majd 1921 és 22-ben belügyminiszternek nevezik ki, 1922 és 1931 között vallás- és közoktatásügyi miniszter, 1932-ben hunyt el. Ezer éves államiságunk kiemelkedő politikusa, 10 éves miniszterség alatt az egyetemes kultúrtörténetben is kiemelkedő programot valósított meg, többek között 3 egyetemet, 21 klinikát, 3 főiskolát és 5000 népiskolát építetett fel. Miniszterségje utolsó évében a nemzeti jövedelem 15%-át fordított a kultúrára, oktatásra, a tudományra. Szent Istváni léptékű alkotása, üzenet a mának, iránymutatásként szolgálhat a jelennek is. Klebersberg Kuno erről következőket írtam. Sorsunk jobbra fordulását csak attól várhatjuk, hogy művelődés terén fajsúlyosabbak leszünk, és hogy ez a világ irányadó nemzete is majd elismerjék. Lehetséges egy másik alternatíva is, amelyre a magyar nemzet nem ismer gondolni, az, hogy kitörölnek bennünket az önálló nemzetek sorából. Ha kultúrfölényünket elveszítjük, ez be is fog következni. Ez adta meg nekem a kétségbeesés elszántságát, hogy küzdjek azért, hogy a magyar nemzet minél szélesebb rétegeit hassa át, azaz végzetszerű meggyőződés, hogy lenni és művelődni, vagy nem lenni, ez náluk teljesen egyértelmű.
Meggyőződéses embert el lehet pusztítani, de meggyőződésétől eltávolítani nem lehet. Kultúrminiszterség idején is irányítás alatt zajlott a magyar közoktatás egyik legnagyobb és legsikeresebb reformja, az óvodától az egyetemig, a tanári reformtól a kiskolorvosi rendszer kiépítéséig, melyek hatása még ma is érezhető. Klebersberg óriási népiskola építési programot indított el az Alföldön is, és az Alföldön nem kevesebb, mint 3 év alatt 5784 tantermet és 2278 tanítói lakást, összesen 8062 új iskolai objektumot építetett. Az iskolák megépítésére törvényen kötelezte a birtokosokat. Az iskolák modern téglaépületek voltak, vörös fenyőpadlózattal, hatalmas ablakokkal, parkettel, háromszobás tanítói lakással, és különlegesség az is, hogy az Alföldön mindaz ideig ismeretlen téglából épült disznó is volt mellettem. Az iskolákban kápolna vagy oltárfülke is volt. Ezen kívül 1555 népkönyvtár, 1500 iskolai könyvtár és 500 óvoda épült. Klebersberg Unó szeme előtt Dániel példája ledegett, amely évtizedek alatt a kisgazdák eldorádója lett. Az iskola építéssel párhuzamosan új, modern, az európai reformpedagógiai törekvések minden pozitívumát érvényesítő tantervet vezetett be, mert iskola rendszerének alkalmasnak kell lenni az európai műveltségi, polgári, értelmiségi középosztály felnevelésére és kiképzésére. 1924. évi 11. törvény biztosítja, hogy a tanulót vallásos alapon erkölcsös polgárán nevelje, hazafias szellemben általános műveltséghez juttassa. A vallásos nevelésben az összes történelmi vallás felekezetbe letartozott. Az új tanterv különös gondot fordít a nyelvtanulásra, egészségügyi ismeretek megszerzésére, a testnevelésre. A tankötelezettség türelmi időszak után 16 éves korra emelkedik. Ekkor jönnek létre az első kisebbségi tannyelvű népiskolák, felső mezőgazdasági iskolák, korszerűsítik az iparos és kereskedő tanulás iskolákat. 5 évre emelkedik a polgári iskolai tanárképzés, 4 évre az óvónőképzés. Ekkor indulnak be a középiskolai tanulmányi versenyek, szülőértekezletek, pályaválasztási tanácsadói irodák és parasztfő iskolák. Tegnap nem csak, vagy ma hajnalban nem csak a köznevelési törvényt fogadta el a parlament, hanem a szakképzésről szóló törvényt is, illetve a felsőoktatás is már teljes, itt is jelen pillanatban az oktatási rendszer átalakítása. Klebersberg életművének központi eszménye a gyermek és az ifjúság oktatása, testi és lelki egészségének megőrzése. A magyar anya, aki világra hozza az újszülöttet, és a magyar tudós, aki kutat és tanít, ugyanazt a célt szolgálja Magyarország feltámadását. Klebersberg valósította meg először hazánkban a tudatos sportpolitikát és sportdiplomáciát. Felismerve a sport testi és jelenformáló erején kívül a sport teljesítmények propagandisztikus értékét. A testnevelés, mint kiemelt kormányzati ág, a költségvetésben külön keretet kap. Létrehozta a testnevelési főiskolát, a Magyar Olimpiai Bizottságot, megrendezteti az első testnevelési kongresszust, megépíteti a Margit-szigeti nemzeti sportuszodát, a középiskolákban bevezeti a harmadik testnevelési órát. Klebersberg Unó történelmünk legválságosabb idejében, amikor puszta létünk forgott kockán kilátástalan gazdasági helyzetben a lelkileg is összetört nemzetnek kiutat adhatott. Kultúrpolitikáját számos Nobel-díjast, olimpikont is adott az országnak és a világnak, de ezentúl az által elindított nagyívű kulturális és tudományos felendülés jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a nemzet ezen tragikus évszázadban megmaradt és a harmadik évezredbe léphetett. Végezetül engedjétek meg, kedves diákok, köszönetemet fejezem Tibozó kislány kőfaragó mesternek és munkatársainak, kiknek segítő munkáját nélkül nem sikerült volna a Bankton iskola falából áthelyezni az emléktáblát ide, a József Attila Általános Iskolában. És a régi bankfalui általános iskola tanárainak is, hogy mondjam el, hogy az emléktáblának egy másolatát elhelyeztük a falon, tehát onnan nem hiányzik a tábla, hanem maga az emléktábla ide bekerült, és oda elhelyeztünk egy másolat emléktáblát. Úgyhogy azért is, hogy ott maradjon, hiszen az egy Klebersbergi általános iskola volt. Én arra biztatlak, kedves gyerekek és kedves pedagógusok is, amikor elmentek és ránéztek Klebersberg Unóra, jusson eszetekbe, ha más nem, hogy itt volt a polgármester, és mondta, hogy Kocsis Tibor, meg Úrjenikő, meg Klebersberg Unó. Tehát vannak minden kornak sztárjai. Nyilván valóan az X-faktor az egy megrésztelmező, majd gondolom sokkal többen nézik ezt ma, de hogy legyen a szemetek előtt egy olyan ember, aki a magyar kultúrát, a magyar jövőt megálmodta, és nagyon sokat tett érte.